Gyulaváros önkormányzata és a Békés megyei önkormányzat nevében tisztelettel köszöntöm a magyar-ukrán mezőgazdasági, élelmiszeripari kiállítás és üzletember találkozó résztvevőit a rendezvény második napján. Meggyőződésem, hogyha a Békés megyei élelmiszerek, az élelmiszergazdaság és a mezőgazdaság minőségét tekintjük, akkor alappal bízhatunk abban, hogy vissza tudjuk szerezni ezeket a keleti piacokat. Bízom, hogy ez egy gyümölcsöző együttműködés kezdete, hogy lesz még sok alkalom, amikor folytathatjuk ezt a mai találkozót, és bízom benne, hogy legközelebb már komoly eredményekről is be tudnak számolni a gyulai és Békés megyei mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozók. Ehhez kívánok önöknek és mindannyiunknak sok sikert, hiszen ha a Békés megyei vállalkozók sikeresek, akkor egész Békés megye sikeres. Két nap múlva lesz 3 hónapja, hogy megálmodtunk egy rendezvényt. Alig 3 hónap alatt idáig jutottunk. Én úgy gondolom, hogy ez egy óriási siker, és már csak azért is, mert Békés megyében ilyen rendezvény még nem volt. Ebből a szempontból is úttörők vagyunk. Azt szokták mondani, hogy a siker az bizony sok áldozattal jár. Ahogy Orbán Viktor miniszterelnök úr mondta, nem is olyan régen, a siker gyakran kemény munkának álcázza magát. Ezt a sikert együtt értük el, éppen ezért szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, bízva abban, hogy valóban ez a kapcsolat, ez egy gyümölcsöző és eredményekben gazdag kapcsolat lesz. Kívánok a mai napra mindenkinek nagyon jó tanácskozást és eredményes tárgyalásokat. Nagy öröm számomra, hogy 3 hónappal ezelőtt egy ilyen rendezvényt szerettek volna megszervezni, és hogy ez meg is történt. Örülök, hogy megtarthattam a szavamat, és örülök, hogy először az életben sikerült valamit megcsinálnom. Úgy érzem, úgy gondolom, hogy ez az összejövetel sikeres volt. Van egy orosz régi közmondás, mely úgy hangzik elfordításban. Nem sikerült az első palacsinta. Na, ez a palacsinta sikerült. Meg kell mondjam, hogy nagy jövőt jósolok. Én úgy gondolom, hogy a 3 ukrán megye, amely képviselteti magát ezen a rendezvényen, megismerkedik minden kiállítóval, és sikeresen zárulnak majd a tárgyalásaik. Hajrá Gyula, hajrá Békés! Csak egyet tudok mondani, hajrá Gyula, hajrá Békés! Mindenféleképpen sikeres rendezvénynek mondható, hiszen már most vannak olyan cégek, akiket megkerestek az ukrán partnerek befektetési lehetőséggel, illetve konkrétan azzal, hogy akár 1-2 hónap múlva árut szeretnének kiszállítani Ukrajnába, úgyhogy a mai találkozás ezt még jobban erősíteni fogja, még jobban el fogja mélyíteni ezeket a tárgyalásokat, hiszen szekcióülések keretén belül az ukrán partner fog találkozni a magyar partnerrel, és itt természetesen itt akár már szerződés tervezetekről is tudnak majd beszélni, illetve ami konkrét dolog, 2 hét múlva Kijevbe várják azokat a magyar vállalkozásokat, akik itt megjelentek, és már ha lehet azt mondani, együttműködési megállapodás tervezetet készítenek itt elő a partnerek. Én úgy gondolom, hogy ez már önmagában siker. Tehát, hogyha hosszú távon gondolkodunk, és ebből a rendezvényből egy hagyományt fogunk megalkotni, és minden évben csak egy 2-3 cégnek lesz majd lehetősége kelet felé nyitni és a keleti piacra betörni, akkor azt mondom, hogy ezt mindenféleképpen támogatni kell. A megye egyébként folytatni kívánja ezt a fajta kezdeményezést, és én úgy gondolom, hogy ebből a megye csak profitálni tud.